Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Volt egy csapat a szekszárdi labdarúgás történetében, amely a 80-as években az MB2-ben olyan eredményt ért el a másodosztályban, mely fél évszázados visszatekintésben is mindmáig a legjobb, a szekszárdi Dózsa, a Polgári Ese, majd a jogutód szekszárdi UFC égisze alatt. Egy bronzéremről van szó, amit még az 1981-82-es bajnokságban ért el, a Tesler Wendel irányította csapat. 37 év elteltével találkoztak ennek apropóján újra a játékosok. Kolyák Antal a 80-as évek szekszárdi Dózsájának meghatározó kapuvédője, különösebb apropó kerek évforduló nélkül is úgy gondolta, eljött az ideje annak, hogy összehívja az 1981-82-es csapat tagjait, akik harmadikak tudtak lenni egy olyan bajnokságban, amikor a csoport első öt helyén végző együttes maradhatott bent a szigorú átszervezéseket követően a második vonalban. Ez az eredmény ugyanis, a bronz, a szekszárdi labdarúgás 75 évre visszatekintő történetében a legjobb eredmény, vagyis sportág történeti kuriózum. Ahogy utána néztem, mi a második vonalban lettünk harmadikok, és az elődeink, a Freppámikék, ők a harmadik vonalban nyertek bajnokságot. Az elsősorban a helyi tehetségekre építő csapat ebben az őrületes bajnokságban a harmadik helyen végzett, a kulcsemberek 37 év táblatából egy-két kivételtől eltekintve jöttek is a hívószóra. Megint azok a játékosok jöttek el, akik annak idején a csapat legjobbjai voltak, és hát ebből is látszik az, hogy őnekik ez a találkozó fontos. Aki nem jött el, hát sajnáljuk. Ott volt az egykori csapattársak között, annak idején Dunaújvárosból igazolt gólerős csatár Sajó László, és szintén a máshonnan érkező, de a Dózsában meggyökeresedő Kolognai Viktor is, aki a szélső poszton kapott lehetőséget. Az alapemberek Polyáktól Varga Ferinc és Tóth Lászlón át, Knisz Mátyáson és Laki Zoltánon keresztül szinte valamennyien jelen voltak. Miképpen az önálló felnőtt vezető edző posztját először ebben a 81-82-es bajnokságban fiatalon 33 évesen betöltő Tesler Wendel is. Előtte felnőttek között 3 évig pályaedző voltam a Magasházi József mellett, és úgy lettem vezetőedző, és az első év, amikor vezetőedző lettem, akkor hozta ezt a sikert számomra. Nyilván ez meghatározó volt a további életemben. Összefort Szekszárdhoz, a városhoz, annak labdarúgásához, már a Petőfin és a Vasason keresztül is sok szállal kötődő fiatal szakember pályafutása a szekszárdi Dózsával. Tesler Wendel okkal lehet büszke erre a csapatra, mert több, később meghatározóvá váló fiatal játékost épített be hosszú évekre szólóan az akkori szekszárdi Dózsán. Én voltam az utánpótlás szakágvezető, tehát a fiatalokat is ismertem, és tudtam, hogy kitől mit várhatok, kihez lehet hozzányúlni, és tudtam, mit várhatok a Dienes Palitól, a Márkus Lacitól, tehát nagy előny volt számomra, hogy ismeretekkel rendelkeztem minden területen itt a csapat körül. Úgy tűnik, a 37 év elteltével rendezett első találkozónak lesz folytatása a későbbiek során. Ezt a szekszárdi UFC jelenlegi elnöke Kárpáti Zoltán is támogatja, és mint mondta, minden tőle telhető támogatást megfogadni, hogy létrejöjjön az újabb összejövetel, jelentette ki a klubvezető minden idők legjobb szekszárdi csapatának köszöntésekor. Nem szűnik meg az asztali tenisz Szekszárdon, miután a főszponzor Tolna Gró véglegesen kivonul a sportágból. A szekszárdi AC közgyűlése új elnököt választott az egykori játékos, mostani utánpótlás edző Fekete Adrien személyében, és a még rendelkezésre álló forrásokból a következő szezonban is tudják működtetni az utánpótlás korú játékosokat foglalkoztató klubot. Utánpótlás edzőjét, egykori játékosát, a 38 éves Fekete Adrient választotta meg új elnöknek. Azt mondja, 4 éves kora óta élben a szekszárdi asztali teniszben, egyáltalán nem voltak elnöki ambíciói, de ebben a mostani nehéz helyzetben nem mondhatott nemet a felkérésre, mert, mint kijelentette, meg kell és meg is lehet menteni a klubot. Nincs vezetői múltam, de sokan támogatnak ebbe, Türei Ferenc is mellettem marad.
és szerintem ez menni fog. Szíri Györgyre is számítani tudok mindenben, úgyhogy szerintem ez menni fog. A napi munkát amúgy is eddig is én végeztem nagy részt, és ez ugyanígy marad. Nekünk az volt a legfontosabb, hogy a gyerekek pingpongozni tudjanak, itt menjen tovább a munka, ne álljon meg, fejlődjünk és haladjunk tovább. A nehéz helyzetben fogódzó, hogy nem üres a kassa, a bent lévő összeg a továbbiakban szerény működés esetén akár egy újabb évre is elég lehet. Bár az edzőként is dolgozó új elnök felettébb optimista, találnak több olyan kis támogatót, akik a klub fundamentumát jelenthetik hosszabb távra. Mivel Fekete Adrien klubelnöknek való előrelépését a két távozó annak idején Kecskemétről érkező edző szakvezető Tülei Ferenc és Szili Györgyi támogatta, a rutintalan sportvezető Budapestről és Pécsről is az ex-szekszárdi edzők új állomás helyeiről is remélhet támogatást. Sajnos ez a sportág kihalóban van. Mi azért fogunk dolgozni, hogy minél több gyerek itt legyen a teremben, és el tudjunk menni, és meg tudjuk méretetni magunkat az országos versenyeken, és érmeket tudjunk szerezni. Eddig is ez volt a célunk, és ezután is ez lesz. Hát mivel most azért szükösek a keretek, ugye egy évre van, mi nem szeretnénk igazolni, sőt, az volna a legnagyobb célunk, hogy a saját nevelésből tudjunk kiállítani egy NB1-es csapatot, és azt hiszem, hogy ez működni is fog, hiszen az NB1-nek a szabályai valószínűleg meg fognak változni. És hogyha 4 főről 3 főre fog csökkenni az NB1-es csapat, akkor ezt nagyon-nagyon-nagyon vígan meg fogjuk tudni oldani. Természetesen, hogyha bárki idejön és támogat minket, nekem nem ez volt a célom, hogy elnök legyek. Én igazándiból egy kényszerválasztás voltam, ezért lettem elnök. De azt eldöntöttem, miután kiderült, ugye, hogy nekünk itt lehet, hogy menni kell. Én eldöntöttem, hogy a gyerekek mellett kiállok, és bármit meg fogok tenni annak érdekében, hogy ők ide minden nap be fognak tudni járni, és edzeni tudjanak. A többszörös magyar bajnok, közép-európai szuperliga győztes, bajnokok ligája 3. kirakadt csapat létezése már csupán a szekszárdi sporttörténelem része. Nincs nyár úgy, hogy a baranyai-tolnai kötődésű dárdai foci tím ne lépne pályára valamelyik őket meghívó Tolna megyei településen a helyi öreg fiúk csapata ellen. Őcsény után idén Kakast következett, és a szép számú szurkolósereg ezúttal 2 dárdai fiút is láthatott focizni a 3 közül a német Hertától 5 év sikeres szereplés után edzőként távozó édesapa mellett. Nem a legszerencsésebb időpontban rendezték a dárdai team kakasdi vendégjátékát, de annak ellenére, hogy éppen ekkor zajlott az Azerbajdzsán-Magyarország EB-selejtező, a helyi és a környékbeli szurkolók több mint 300-an látogattak ki a hírverő meccsre. Fel volt adva bizony a leszke a kakasdi öregfiúknak, a Hertha mezben játszó csapatban, ez már bevett szokás, ott volt ugyanis a pályán, idősebb Dárdai Pál középső és legkisebbik fia, Márton és Bence. Az előbbi már német U17-es válogatott, egyik kitűnősége annak, a kicsi pedig, a 13 éves Bence is, Kakasdon megmutatta, hamarosan róla is hallhatunk majd, mint a Hertánál pallérozódó újabb tehetségről. Legendákra mindig kíváncsiak, azért a Dárdai, Fehér Csaba, Egresi névi Olcseng még mindenhol. Egyébként a Dárdai tímben többen is vannak, akik volt válogatott labdarúgók, de nyilván mindig közben jön valami, nem értek rá most eljönni. Itt például Vince Otto, Egresi Gábor, vagy éppen Lisztes Krisztián, de a 3 dárdai apa és 2 fia mellett ott láttuk a teamben standard játékosként a szekszárdi származású fehér testvéreket. Csabát, aki hollandiai pályafutása során a PSV Eindhoven játékosa is volt, no és a középhátvéd poszt abszolút megoldott a dárdai teamben, mert az NB1-ben is lehetőséget kapott Fehér Attila mindig rendelkezésre. A kakasdi öregfiúk egyébként kitették a lelküket a pályára, ebben a kategóriában, megyei viszonylatban bizonyára jobbak közé tartoznak. De a dárdai pím így-úgy edzésben levő játékosaival szemben csak néhány ígéretes akcióra és persze egy becsületgólra futotta. Kisfejes tornákon szerepelünk hébe-hóba, úgy mondanám, és egy héten egyszer járunk terembe télen, nyáron pedig ki ide a pályára. Ahogy az idő engedi, mert hát azért a legtöbben dolgoznak, ez egy ilyen kis mellékszórakozás, meg egy magunknak egy kis szórakozás, az öreg fiúknak végül. Nagyon nagy tiszteltetés volt a részükről, hogy egyáltalán kiálltak ellenünk, úgyhogy mi szívvel léleggel harcoltunk. Az eredmény nem azt mutatja, de nem az eredmény a lényeg.
A 43 éves Dárdai Pál a Hertha felnőtt csapatától 5 év után elbúcsúzó Bundesliga sikeredző a második félidő közepén cserélte le saját magát. Az egyik fia aggódott is, hogy nem húzódtam meg. Az az igazság, hogy háromszor futok egy héten 30 perc, a súlyfölösleg van. Ugye ez valahogy azzal jár, hogy igazából focizni már nem járok. Tavaly játszottam utoljára Zamárdiba ilyen meccsen, Dunajvárosban és téren minden egy teremtornán, azon nem focizom. Tehát ez most ugye az elején az ember bele lendül, mindig többet vállalkozik, és arra kell vigyelni, az első két ilyen meccsen esérül, még aztán megint úgy vagy bele, hogy mehet tovább a játék. Tekintettel arra, hogy Dárdai Pál egy évi pihenőt tervez edzői pályafutásában, így a nyár a szokottnál most hosszabb lesz számára. Még ebben a hónapban kétszer is jótékonysági meccsen pályára lép a Dárdai Pál. Kiosztották a szekszárdi kispályás labdarúgó bajnokság érmeit. A díjazottak egy beszélgetős délután keretében vehették át az érmeket és az elismeréseket. Az első helyezett csapat vereség nélkül szerezte meg a győzelmet a labdarúgó tornán. A kispályás futballt azért tartják a foci egyik legszórakoztatóbb ágának, mert egyrészt visszaadja a nagypályás futball varázsát. Pörgős rövid meccsek, sok akció és még több nevetés. A szekszárdi kispályás amatőr bajnokság is az ilyen tornák közé tartozott. Azonban most nem a játékon volt a hangsúly. Az idén lezárult, az első három csapat pedig megkapta jól megérdemelt jutalmát, az érmeket. A szervezők azt mondták, hogy sikeresnek mondható a kispályás teremtorna, a céljuk pedig egyre több csapat szerepeltetése a bajnokságban. Mondhatjuk azt, hogy a szokásos rendszerint szerveztük és bonyolódott a városi kispályás bajnokság. Ugye a bajnokságnak az alapvető célja az az, hogy amatőr csapatoknak a lehető legtöbb játék lehetőséget biztosítsunk az őszi és tavaszi forduló során. Ugye most 12 csapattal rendeztük a városi bajnokságot. Természetesen a cél és a szándék az az, hogy ez a csapatszám és a bajnokságban résztvevő játékosok száma évről évre nőjön. Egyébként ez a 12 csapat sem kevés, hiszen minden csapat 20 fővel nevez a bajnokság, ez azt jelenti, hogy 240 amatőr labdarúgó az, aki hetente kétszer sportol nálunk a pályán. Tehát még egyszer, alapvetően a cél az az, hogy minél többen játék lehetőséghez jussanak. Természetesen aztán, amikor elkezdődik a bajnokság, akkor a csapatokat eléri a játék heve, és nagyon komoly és parázs mérkőzések vannak, meglehetősen magas színvonalon, úgyhogy én ezúton is gratulálok a csapatoknak, és köszönöm szépen, hogy idén is részt vettek a bajnokságon. A harmadik csapat a Várköz csapata lett a tornán, ami szinte csak rendőrökből áll. A csapat a szezon elején nem erre a helyezésre számított, azt mondták, meglepetésként érte őket a harmadik hely. Azt hiszem, hogy idén túlteljesítettük az elvártat, amit az elején terveztünk. Harmadikak lettünk, nem vártuk magunkat erre a helyre, meglepetés volt. Én gratulálok a csapatomnak, úgyhogy meg vagyok elégedve az idei szezonnal. A legnagyobb problémák mindig azzal adódtak, hogy megfelelő létszámba ki tudjunk állni. Egy-két meccs miatt el is maradt, de amikor ott voltunk, akkor hoztuk, ami tőlünk elvárható. A második helyezett csapat csupán egyetlen vereséget szenvedett az egész idény alatt. A D-Logisztik csapatát csak az első együttes tudta legyőzni a szezon elején. A csapatom idei idénye azért nem sikerült annyira jól, mint ahogy azt mi terveztük, de egyetlen egy vereséget szenvedtünk a bajnoktól, és kettő döntetlent. Nagy szerepet játszott a játékunkban az, hogy elfáradtunk. Ugye nem csak a kispályán játszunk, hanem egyéb más bajnokságban is részt vesz a csapat nagy része, és ez érezhető volt, egy kicsit elfáradtunk a végére. A teremfoci bajnokságot a Ferro Patent csapata nyerte meg. A fiúk az idény összes mérkőzését megnyerték, 11 győzelmet bezsebelve. Azt mondták, korábban is készültek arra, hogy megnyerjék a bajnokságot, és örülnek annak, hogy idén ez összejött nekik. Egész jó volt, jól mentünk szerintem, tehát nem tudom, megvoltunk, volt cserénk, aztán hát kijött a lépés nekünk, ennyi volt igazából szerintem. A szekszárdi bajnokságban több mint 200 játékos lépett pályára. Ez is jelzi, hogy a kispályás foci nem veszít a varázsából, még az idősebb korosztályban sem. Ugyan még a minszki Európa játékok vissza van, a PSN ZRT sportiskola aerobikosai már így is sporttörténelmi sikert értek el. Két világkupa során 5 arany és 1 ezüstérem a mérlegük, a bakui Európa bajnokságon pedig Bali Dániel és Mazács Fanni, a vegyes páros mellett a szintén PSN ZRT színeiben induló Farkas Balázzsal kiegészülve trióban is Európa bajnoki címet szerzett.
Volt egy kis pihenő, de már újra a teremben vannak a PSN ZRT sportiskola aerobikosai. Mazács Fanni a portugál és a japán világkupán 2-2 aranyérmet szerzett, Bakuban pedig 2 Európa-bajnoki címmel gazdagodott. Tavaly készült el mind a 2 gyakorlat, és azt gondolom, hogy ezek a gyakorlatok beértek idénre. Tehát idén nem változtattunk, hanem ezeken csiszoltunk, kicsi alakítások voltak, és ezek nagyon-nagyon jól beváltak idén. A partnerségek és a szinkronitás is minden sokat tudott fejlődni, úgyhogy ebben lehetett. Bali Dániel Portugáliában 3 aranyérmet szerzett, Japánban pedig a 2 első hely mellé egy második is becsúszott. Dani ugyanis egyéniben pontazonossággal végzett az első helyen, de a szabályok értelmében, mivel 0,5 század ponttal kevesebb kiviteli részpontszámot ért el, így az ezüstérmet akasztották a nyakába. A bakui Európa-bajnokságról azonban ő is 2 bajnoki címmel tért haza. És az Európa-bajnokság után kaptunk egy pár nap pihenőt, aztán most 3 hetünk van még a végleges állapotára csiszolni a páros gyakorlatunkat az európai játékokra, ami a páros szempontjából a legfontosabb versenyünk lesz az idén. Varga Réfi Eszter szakosztályvezető maximálisan elégedett a sportolók eredményeivel, holott a felkészülést több sérülés is hátráltatta. Bali Dani egyéniben nem tudott részt venni címvédőként a versenyen úgy, hogy azért világkupa érmeket hozott, aranyat, ezüstöt. Igazából őt nagyon sok sérülés, betegség hátráltatta, és pontosan a közös szakmai munka miatt döntöttünk úgy, hogy az egyéni lesz az, amit nem csinál, illetve az a gyakorlat azért jóval nehezebb a többinél, és sokkal több energiabefektetést igényel tőle, amit a sérülések már nem engedtek, tehát a felkészülés nem volt görbülékeny ilyen szempontból. A trió és a páros szempontjából azt gondolom, hogy nagy panaszra nincsen okunk, mert az Dani sérüléseivel is képes volt megfelelően végrehajtani. Hát azt gondolom, hogy ez az Európa-bajnokság, ami ugye most nemrég ment le, ez minden várakozáson felül múlt. Igazából azt gondolom, hogy a maximum sikerült a bemutatott gyakorlatok és az eredmények tekintetében. Ugye felnőttben ez a 2 aranyérem, ez olyan nagy dolog, hogy nem is hiszem, hogy volt ilyen az országnak valamikor is, főleg nem e 2 egyszerre. Tehát egy-egy azért beszaladt, de ugye annak is volt például az előző Európa-bajnokságon egyéni aranyérme. Az, hogy most így csapatos versenyszámban, párosban, trióban, ez szerintem már önmagában elég, akár egész fél évre is az elégedettségre, de ugye emellett még azért született mindkét korosztályban bronzérem a team rankingben, ami a nemzetek rangsorát jelenti, és ezt a selejtező alapján hirdetik ki, és ez azért külön öröm nekem, mert összmagyar szempontból sok jó eredmény volt, és hogy mindegyiknek a célos résztvevői volt a mi egyesületünk. Ezekkel a versenygyakorlatokkal már indultunk tavaly is világkupán, világbajnokságon, és ugye a páros érmes volt a VB-n, a trió 5. Sikerült ezeken nehezíteni, szépíteni, finomítani, de nem gondoltuk, hogy ilyen sokat fog jelenteni ez a kicsi plusz, mert úgy éreztük, hogy egy kicsit jobb a dolog, mint az előző évben, de a visszajelzések alapján azért jóval. Eszter azonban nem csak edzőként, hanem pontozóként is részt vesz a versenyeken. Igazából egy rendkívül összetett és bonyolult sportág, ami szerintem az egyik problémája is a nézettséget tekintve, mert rendkívül nehezen értelmezhető, annyira sok alkotó elemből áll, ezért rendkívül sok bíró is van az, aki pontoz. Tehát egy panelben van 11 bíró, és 2 panel pontoz egy versenyt, és most még egy hétfő szuperior zsűri is ellenőrizte a munkánkat. Tehát közel 30 ember foglalkozik azzal, hogy melyik kategóriában milyen helyezések születnek, és igazából szinte mindenkinek más a dolga. Tehát a kiviteli bírók azt figyelik, hogy amit csinál a versenyző, annak milyen a végrehajtása, technikai szintje, véte benne hibákat, az egy negatív pontozás. A művészi hatás az inkább az előadáson ott a gyakorlatok összeállítását, nehézségét, kreativitását figyeli, az egy pozitív irányú pontozás. A nehéz elembírónak az egyik legfontosabb munkája a gyakorlatban végrehajtott különböző elemeknek a szintje meg van határozva, és azt ő neki kell eldönteni, hogy azt a pontértéket megérdemli a versenyző, legyen az akár lazasági elem, egyensúly elem, erőelem, ugrás, stb. Ezek színesítik a gyakorlatokat is nehezítik, illetve a csoportos versenyszámoknál felnőttben külön értéke van az emelésnek is, amit a főbíró és a nehéz elembíró ad, úgyhogy egy nagyon összetett dolog, és azt gondolom, hogy rengeteget változik. 4 éves ciklusokban kell gondolkodni, és addigra kapunk új szabálykönyvet mi is,
és nagyon sok a változás mindig. Tehát annak idején, amikor még én is versenyeztem, én azt gondolom, hogy ez egy másik sportág volt. Fanninak és Daninak még egy versenye lesz, Minskben a második Európa játékok, amely június 21-én kezdődik, és amelyen 15 sportág 199 versenyszámában hirdetnek győztest. Magyarország csaknem 130 sportolót indít 14 sportágban, egyedül a strandlabdarúgásban nem lesz magyar. Hétvégén a Kossuth téren kialakított pályákon a centenáriumát ünneplő PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia valamennyi korosztályának csapata bemutatkozott, több mint 450 gyerek pattogtatta a labdát. Idén is volt B33-as pálya, rendeztek kosárlabda ügyességi versenyeket, valamint büntető és tripla dobó viadalokat. A Párduc Panda Kupa utolsó fordulóját rendezték a PVSK centenáriumi kosárünnepen, amit a 10 partneriskorában működő előkészítő csoportoknak évközben hirdettek meg, majd a délelőtt második felében valamennyi korosztályos csapat bemutató mérkőzéseket játszott az U11-es kenguruktól az U20-as gárdáig. Nagyon jó volt a csapat, úgy barátok voltunk, meg elmentünk együtt mindenhova. A szezon is nagyon jó volt, nagyon sok élményünk is volt, és ez nekem felejtetlen élmény lesz. Fogok már itt táborra, jövő hét után lesz már tábor, kosarazni is fogok persze, mert hát ez egy jó sport. A nagyobbak is felszabadultan játszhattak már a kosárünnepen, hiszen ezeknek a mérkőzéseknek nem volt tétje. Igazából a csapatmunkával meg voltam elégedve, sajnos rövidre sikerült, hamar kiesünk a bajnokságba, de összességében szerintem nagyon jó volt. Összeszokottak vagyunk nagyon, már kiskorunk óta együtt játszunk, és a szeptemberben a csapattal, akikkel leszünk velük is, eléggé felnőtt korban is szeretném igazából folytatni, felnőtt csapatba szeretném majd játszani. Az edzőkön sincs ilyenkor már teher, ők is bemutathatták a szülőknek, hogy mit tud a csapatuk. Az én U14B-s csapatommal, mi igazából fiatal serdülők vagyunk, regionális bajnokságban szerepeltünk, ahol a legfőbb célunk az volt, hogy egyénileg tudjunk fejlődni. Ennek én úgy gondolom, hogy maximális eleget tudtunk tenni. Ez már évek óta nagyon remek kezdeményezés, hogy az egyesületünk minden gyermeke, azt mondom, együtt kosárlabdázzon egy nagyot, és töltsön el egy nagyon jó délelőttet a délutánban nyúlva. Egyetlen egy ellenfelünk a hőség volt, de szerintem azt is legyőztük. A kosárünnep harmadik programeleme a szülők és a közönség számára volt vonzó. Dobópárbajok, labdás ügyességi feladatok és VIP mérkőzések zajlottak, melyeken a fiúk és a lányok edzői, a sportújságírók és a klubvezetők mérték összetudásukat. Szezonnal kapcsolatban vegyes érzéseink lehetnek. Ki kell emelni, hogy az A és B döntőbe is jutottak csapataink. Az A döntőbe az U11-es fiúk jutottak, ami egy nagyon nagy szó, főleg a fiú vonalunknak, hogy 7 és fél évvel ezelőtt kezdette működni. Újra szerveződés után ez egy nagyon nagy szó. B döntőbe is jutottak csapatok, U11-12-es fiú-lány csapatok között jutottak országos dzsemburiba is. Tehát nem lehetünk elégedetlenek, de ha az összképet nézzük, azért nyilván önkritikusaknak is kell lenni, és a sport az pont arra tökéletes terület, hogy mindig meg kell újulni, és mindig jobban kell valamit csinálni, hogy az ellenfeleket le tudjuk győzni. A nagyon nagy értékelésre mondhatom, úgy még vissza van, tehát a szakmai értékelés, ez majd a szakemberek megteszik, de összességében elégedettek is lehetünk, de tudjuk, hogy milyen feladatokat kell jövőre jobban csinálni. Itt már bátrabban mondom azt, hogy abszolút meg vagyok elégedve. Én nagyon örülök, hogy sokan voltak itt, sokan vannak még ugye most ezekben a percekben is itt. Tavaly az időjárás sajnos ketté vágta a rendezvényünket, de idén az égiek is úgy akarták, hogy itt legyünk. Nagyon örülök, hogy a városban meg tudtuk mutatni, hogy ilyen sokan vagyunk PVSK-s kosarasok. Meg tudtuk mutatni azt, hogy igenis ez az egyesület nagyon aktív. 100 éves, centenáriumi év van, tehát nagyon sok mindent ünnepeltünk egyszerre. És azt gondolom, hogy a gyerekeket látva, a szülőket mosolyogtak, és mindenki jól érezte magát, tehát pozitív az értékelésünk. A center pályán rendezett 4 csapatos minitorna döntőjét a fiúk edzője a vezetőség ellen vívták. A párharcból ezúttal az edzők kerültek ki győztesen. Úgy gondolom, hogy kihoztuk a maximumot a fiúkból. Nekem U12-es csapatom volt ebben a szezonban, szerencsére egy nagyon jó létszámmal tudunk dolgozni. És ami talán a legfontosabb, hogy nagyon úgy tűnik, hogy élvezik a játékot, és vannak csatlakozóink, akik csatlakoztak hozzánk, a lemozsolódás pedig nagyon minimális, nagyon egybe
egybe volt a csapatunk. Volt még egy U11-es csapatom, ahol még gyűjtjük a fiúkat, ott nem olyan nagy létszámmal dolgozunk, ott egyelőre csak 15-en vannak, és a következő hónapokban szeretném, hogy ők is gyűljenek. Kiváló volt szerintem az eddigi évek során, ez volt az egyik legjobban összehozott és legjobban megszervezett kosárünnepünk, úgyhogy ez így dukál a százas évfordulónkhoz. A legkisebbeknek a Pécsi Kulturális Központ biztosított programokat, és idén első alkalommal jótékonysági akciót is hirdettek. A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitásszal közösen kérték a sportolókat, hogy jó állapotú ruháikat, valamint játékaikat ajánlják fel a rászoruló családoknak. A rendezvény sikeres volt a szervezők szerint, és így méltó módon sikerült megemlékezni a PVSK alapításának 100. évfordulójáról. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!